Sebestyén Balázs ismét kurátora lett a Best of Balatonnak, de hogy mit javasol nekünk turistáknak a rádiós műsorvezető, az most az Indexen kiderül. Mindenképpen a Balatonra. Ez mindenképpen jó. Figyelj, annyi program van már, meg annyi lehetőség, hogy szinte bármit lehet mondani. A gasztronómia is nagyon fejlődőben van, a programok is nagyon jók. Én azt hiszem, hogy a Balaton most már egyre inkább egész éves program, és a szezon is kitolódni látszik. Június elején már most láttam, hétvégén nem voltam, hogy minden nyitva van, mennek az emberek, tele van a Balaton, úgyhogy most már azért nem egy másfél hónapos a szezon. Én, amit például nagyon szeretek, az egy étterem, az a déli oldalon van, Balaton lelle fölött, őket úgy hívják, hogy Majtényi Présház, elképesztően jó a hangulata, látni az egész Balatont, Keszthelyig szinte ellátni, a Badacson gyönyörű, ha jön a vihar, elképesztő nagy kaland, mert hogy onnan fúj be a szél, és akkor leengednek ilyen rolókat, nagyon kedvesek, nagyon jó a kaja, össze lehet kötni egy sétával, mert az erdőben ott van egy kilátó, úgyhogy például ez egy fantasztikusan jó program. Ez hogy néz ki, amikor megérkezel egy ilyen étterembe, akkor egyből összeszaladnak, hogy itt a Balázs, hallod a hangokat? Nem, ismernek, felszólok, hogy tegyenek félre egy asztalt, mindig megoldják, mindig tudunk menni, de csendesen családdal meghúzódunk, nem szeretem a nagy felhajtást, úgyhogy van egy kis kedvenc asztalunk, azt lefoglalom, és akkor fölmegyünk, vagy társasággal, vagy családdal, őket például nagyon tudom ajánlani. A belföldi nyaralás, akkor te nagyon balatonos vagy. Én nagyon balatonos vagyok, igen. Mi Földvár környékén vagyunk. Június végén, ahogy végzem a forgatással, lemegyek, és mi tulajdonképpen két hónapot szinte folyamatosan a Balatonnál vagyunk. Ha rossz idő van, akkor programozunk, átmegyünk az északi partra, Csobáncvárától kezdve a Szentgyörgyhegyig, a Tanúhegyekig. Nagyon sok mindent meg lehet nézni. Ha meg jó idő van, akkor, hát akkor ki sem mozdulunk, akkor végig a vízbe, és a vízparton vagyunk. Ez nagyon áthallásos volt, a rossz az marad az északi part. Én azt hiszem, hogy igen. Egyrészt van egy gyönyörű naplementénk a déli partra, ami az északiaknak nincs, és biztos, hogy nagyon szép borvidékek, meg nagyon szép hegyek, de ők nem látnak minket. Nálunk síkságot látnak. Mi viszont látjuk az északi partot, úgyhogy én mindenképpen déli partpárti vagyok.